részével. És a most következő blogban pedig ilyenkor reggelente fogtok hallani diákkörökkel végzett interjúkat, csak azért, hogy el tudjátok képzelni, főleg azok, akik még nem jártok diákkörbe, hogy milyen egy ilyen, és hogy mitől jó ez, és mitől olyan hívogató és csábító. Úgyhogy első körben a tegnapi welcome teamet, a tegnapi regisztrációs csapatot, a Keszthelyi Georgikon keresztény diákkörnek a csapatát szeretném kérni. Csak mindenkitől egy rövid bemutatkozást, hogy lássuk, kikkel állunk szemben. Pali. Levente. Andi. Nóri. És Tomi. Köszi szépen. Adok nektek egy ilyet, és ez egyszerűbb lesz. Szóval, hogy vagytok, srácok, Keszthelyen? Milyen a diákkör? Hogyan kell elképzelni benneteket? Nagyon jó. Milyen rendszerességgel találkoztok, vagy hogy néz ki egy alkalom konkrétan? Hát igazából mi hetente egyszer tudunk találkozni. Ez általában olyan este 7 és 8 óra között szoktunk alkalmat keríteni erre. Hogy ilyen későn? Hát igazából eddig óráink vannak. Tehát valamikor este 6, illetve 7 között nem szabadulunk ki a szemináriumokból. Aha. És hol találkoztok, vagy valami termet béreltek? Hát ez egy elég nehéz kérdés, mivel ugye minden szinten nálunk a koliba vannak ilyen tanulószobák, csak hát azt ugye elég sűrűn ugye elfoglalják, főleg ugye a fél év vége fele, ezért általában ilyen kollégiumi szobákba szoktunk alkalmat keríteni rá. És ez hogy néz ki, vagy mivel teszitek barátságosabbá? Főleg Nórit kérdezem, mert ha jól tudom, akkor ez a szoba az övék konkrétan. Próbáltunk ilyen kis díszleteket is belecsempészni a szobába, például nagyon dekoratív a lámpánk. Na hát egy ilyen diákkori alkalom úgy néz ki, hogy hát kezdjük közös dicsőítéssel, közös imával, és akkor utána van egy kis biblia tanulmányozás, szeretet, vendégség, és utána így kötetlenebben szoktunk beszélgetni így egész későig, és akkor így még más is csatlakozhat esetleg olyanok is, akik mondjuk nem járnak rendszeresen a diákkörbe. És hogy néz ki, tehát hogyan osztjátok le a feladatokat? Nóri, mint a diákkörvezető és a vendéglátó ott a koli szobában, te vagy felelős a bibliatanulmányozásokért all time, vagy? Nem, ez nagyon jó, hogy így megoszlik teljesen, mindenki nyitott arra, hogy így alkalmat vállaljon és tartson, úgyhogy így nagyon jó a közösség. Itt közben, hogyha pár kommentet szórtok a fotókhoz, akkor azt megköszönjük, mit látunk éppen. Ez a... micsoda? Hát ez az idei gólyatábor. És ott voltatok? Vagy ez miért releváns? Hát ott voltunk a gólyatáborban, igen, mi is. Hát az első napjára lementünk, egy ilyen kis standunk volt, ahol ott voltunk, és mi is fogadtuk a gólyákat, és így próbáltuk hívogatni őket a diákkörbe. Wow, ez tök jó. És ez akkor volt a gólyatáborban, vagy azóta is van bármiféle tervetek erre, vagy? Hát terv az mindig van. Hát szoktunk ilyen kis akciókat csinálni egyszer. Ilyen kis igéslapokat gyártottunk, aminek a másik végére egy meghívó volt, és akkor azokat osztogattuk csak úgy random embereknek. Vannak ilyen kis akcióink, igen. És amúgy mondtátok, hogy koliban gyűltök össze, tehát hogy milyen a fogadtatás, vagy hogy ismernek benneteket az emberek, tudnak rólatok? Túl sokat. Ez mit jelent? Hát, mi vagyunk a szektások. A szektások, és ezzel mit tudtok kezdeni? Vagy van valami konkrét sztori, amikor találkoztatok emberekkel is? Hát nekem hát történt egyszer, hogy egy baráti társasággal üldögéltem, és hát pont kezdődött ez az alkalom, ugye minden kedden szokott ugye ez megrendezésre kerülni, és hát Levi, miért nem maradsz még, beszélgessünk, hú, ne haragudjatok, mondtam, de hát kezdődik a diákkör.
Micsoda, diákkör. Ja, igen, tudom már, mész szektázni, jól van, menjél csak. És hát próbáltam tűrtőztetni magam, és nagy levegővel hátat fordítottam, és ott hagytam az illetőt. Nem kezdtem bele egy ilyen hitvitába vele. Szóval szerintem ez is egy dolgunk, hogy jobb megítélése legyen, és az emberek igenis tájékozottabbak legyenek, hogy igazából mit is csinálunk mi konkrétan. És utána hogyan rendezted magadban ezt a konfliktust? Hát ez is egy nagyon jó kérdés. Első körben az jutott eszembe, hogy én kicsit így magamat fölé emelkedtem. Tehát próbáltam túllépni ezen a dolgon, de hát ez nem biztos, hogy jó, hogy így magam alá rendeltem, hanem inkább megpróbálom őt elfogadni olyannak, amilyen. Ez frankó. Viszont még van egy kérdésem, hogy a tanárok, az oktatók, ők mennyire tudnak rólatok egyébként az egyetemen? Valaki vagy szeretnétek? Hát mindenfélében szoktunk hívni egy tanárt, aki tart valamilyen témában egy ilyen kis előadást, és vele beszélgetünk róla. Ez most is volt ebben a fél évben? Vagy? Igen, most egy biológust hívtunk. Ilyen. Miről volt szó? Tudsz mesélni, Pali? Te is. Az evolúció, és hogy ellenkezik-e ez az egyházak, vagy felekezetek véleményével? És akkor ez is ilyen mindenki számára meghirdetett alkalom volt, vagy ti voltatok a diákkörből? Igen, voltak plakátok, mindenkit hívtunk. Nagy részt mi voltunk, de voltak mások is. És milyen terveitek vannak az eljövendőre, mondjuk a következő fél évre? Kinek vannak tervei? Szeretnénk közös kirándulásokat is szervezni, ahova szintén meghívnánk ugye a többi hallgatót is. Jó lenne újból keresztény tanárokat is hívni, előadást tartani, és hát evangelizálni is így nagyobb körben. Jó, köszönöm szépen. Én szeretném megkérni Ronit, itt a Keszthelyi Diákkörnek a volt utazótitkárát, hogy egy imára fáradjon fel a színpadra. És akkor együtt mondjuk majd a végén egy áment. Atyám, én nagyon hálás vagyok azért, hogy vannak az egyetemen ilyen kis mécsesek, kis világosságok, és azért imádkozom, hogy adj nekik erőt égni, adj nekik erőt virágítani, és adj nekik szemet, meg fület arra, hogy mire van szüksége a társaiknak, és hadd élhessenek egy olyan életet személyesen egyenként itt a Keszthelyi Diákkörben, ami ilyen tök vonzó mindenkinek, és bevonza őket tulajdonképpen hozzád. És mindenek előtt azért imádkozom, hogy így a csapatban, a Keszthelyi Diákkörben és azoknak a tagjaiban egyenként legyen meg a te akaratod. Jézus nevében. Amen.